Az új bölcsőde épületét nyáron adták át Nyírtason. Szeptembertől teljes kihasználtsággal működik az intézmény, amelyet uniós és hazai forrásból csak nem 300 millió forintból építettek. Mellette áll az általános iskola és a Vai kastély, ez utóbbi felújításra vár. Ez az egyik olyan terv a településen, amelyet megvalósítana Jenei Erzsébet polgármester. Most azonban nem elsősorban a fejlesztésekről, sokkal inkább az energiaválságról szólnak a mindennapok Nyírtason is. Másfajta tüzelésben mi nem tudunk gondolkodni, mert mindenhol már kondenzációs kazán van, illetve napelem van telepítve. Néhány helyen van már klímaberendezés is. Tehát visszatérni a vegyes tüzelésre, illetve a szénfafűtésre jelen pillanatban mi nem tudunk. A lakosoknak pedig nyilvánvalóan igyekszünk majd segíteni azzal, hogy vannak olyan területek, ahol fákat tudunk kitermelni, és kedvezményes áron önkormányzati támogatással fogunk tudni majd tűzifát értékesíteni. Illetve hát részt veszünk a téli tüzelő programban, beadtuk rá a pályázatot, annak már meg is van az eredménye, azt ugyanúgy majd a lakosok felé ki fogjuk juttatni természetesen. Az energiaválság miatt egyetlen intézményt sem kell majd bezárni, legfeljebb az Egyesített Szociális Intézmény kihasználatlan termét. Nem tervezünk a településen intézményt zárva tartani, egyébként is köznevelési intézményekről beszélünk, bölcsődéről, óvodáról, iskoláról, polgármesterhivatalról, szociális intézményről. Mint mondtam, a szociális intézmények ezt az épület részét nyilván vissza fogjuk venni kapacitás vonatkozásában, nem fogjuk használni, és le fogjuk venni a fűtést, világítani nem fogunk, tehát minimalizálni fogjuk, de intézményt nem tervezünk bezárni az elkövetkezendő időszakban. Tehát mindent meg fog az önkormányzat annak érdekében tenni, hogy erre sor ne kerüljön. Nem az energiaválság miatt érkeztek szerdán a településre vendégek, hanem azért, mert itt tartották a női polgármesterek találkozóját. Budakeszin volt a nyitó rendezvényünk, 6 regionális workshopunk van, ennek a negyedik helyszíne Nyírtas, itt az Észak-Alföldi régióban, és decemberben reményeink szerint Novák Katalin köztársasági elnök asszonnyal lesz egy záró rendezvényünk a polgármesternői tagozat részéről. Magyarországon minden 5. polgármester hölgy, amely adat nem rossz európai viszonylatban, ahol átlagosan alig éri el ez a száma 15%-ot. Egy hölgy, egy polgármester asszony teljesen másképp közelít meg problémákat, érzékenyebben, konfliktusokat jobban tud kezelni, nem olyan erőből, mint a férfiak szokták, tehát ez nagyon sokszor pozitív. Ugyanakkor pszichés terhelésben is nagyobb, mert mivel érzékenyebbek, sokkal inkább magukra vesznek problémákat, amik a településen adódnak, és hát valljuk be, nőként vezetőnek lenni úgy, hogy a családba is helytálljon, a közösségbe is helytálljon, a hivatásába is helytálljon, ez azért eléggé megterő. Férfiak könnyebben átengedik az otthoni dolgokat a hölgyeknek, és akkor csak a szakmára, tehát teljesen más jellegű történet. Parlamenti képviselők tekintetében már nem állunk ilyen jól, még Spanyolországban vagy Svédországban arányunk csak nem 50%, addig Magyarországon 13,6%. A rendezvénnyel a női politikusi életformát is népszerűsítették a résztvevők.